Karl May regényének felhasználásával a forgatókönyvet írta Friedemann Schreiter. Rendezte Vera Löbner. Hagyjátok nyugton a vadakat! Ugyan miért? Hogy miért? Ha már miért kellene nyugton hagyni a vadakat? Előbb-utóbb úgy is lelövik. Azért, mert galátság. Azon kívül törvényellenes. Feljelentek mindenkit, akit orvadászaton kapok. Nem látja, hogy melyen. Az én erdőmben senki nem üzhet orvadászatot büntetlenül. Senki, legyen az akár a bozót réme. És az állatokat nem erészeljétek bántani. A saját kezemmel folytom meg, akit rajta kapok. Szép jó estét kívánok, erdész. Jó estét. Ismer engem? Igen, ismerem. Hírből. Ön itt az erdész, és most épp hazafelé tart. Valóban. Úgy, akkor üljön fel. Köszönöm. De ez az út csak az erdészházhoz vezet. Igen. Épp oda igyekszem. Úgyhogy szálljon csak fel. Na, ugorjatok. Ugyanis az erdész vendége leszek. Gyia! Egy lépés se tovább, jobban jár, ha visszafordul. Én német erdész vagyok, és nem engedem, hogy az orromnál fogva vezessen. Miket beszél? Rögtön tudtam, kicsoda. Hiába hallgatott végig az úton. Azt hiszi, nem találtam ki azonnal, miért éppen nálam akar az úr éjszaka megszállni, az én házamban, ami legközelebb esik a határhoz. Mert a csomagja tele van csempészáróval. Nem mondom, szépen kigondoltam. Ugyan erdész. Nem mennék be mindenek előtt a házba. Nagyon régen úton vagyok, elfáradtam. Szó sincs róla, hogy beengedjem. Önt nem. Az én otthonom nem csempésztanya. Na de hát... Gottlieb! Szeretném tudni, miért kiabálsz. Ki ez? Azt még nem tudom, de keresztül láttam rajta. Bocsásson meg, de úgy látszik, teljesen megzavarodott. Semmi baj. Nyugtassa meg a férjét. Később visszajövök. Majd én. Kérlek, ne légy nagyon goromba. Ez rettenetes. Szabadnak kérnem, hogy távozzon a csomagjaival? Megérkezett már. Az úr a szánkóval megérkezett már. Bele akarok menni. Épp eltávozott. Épp hogy? Épp
Elutazott. Elutazott. De hát, hogy lehet, hogy... Igen, igen. Őt keresem. Őt keresem. Elment. Hiába is keresed. Ő volt az? Ki? Ki? Hát az idegen. Nem, egy öreg volt. Azt mondod, egy öreg? És te elzavartad? Kit? Az öreg embert. Ugyan, dehogy, a kereskedőt. Az öreg őt keresi. Az idegent keresi. Itt, éjszaka, ilyen hidegben. Be kellett volna hívni. De hát mondom, hogy nem küldtem el, hanem elment. Jó, jó, Gottlieb. Mindig olyan nyers vagy. Rettenetes. Elnézést. Megbeszéltem egy öreggel, hogy itt találkozunk. Velem akar jönni, majd elfelejtettem. Abban az esetben, ha keresne... Á! Nem, 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 nem. A küszöbét nem léphetem át. Tudom. Tudom. Sehol se találom. Igazán elment. Csak azt akarom mondani, hogy még itt vagyok. És várok. Túl messzire nem mehetett. Verbchen. Verbchen. Gottlieb. Rájöttem, hogy miért mentél a kocsmába. Te itt áll. Berbjen, itt jönnek, mennek ketten az ajtónk előtt, és nem látják egymást. Gottlieb, olyan könnyen fejedbe száll az ital. Ez rettenetes. Ne mozdulj. Ne mozdulj. Gottlieb, micsoda bolond ötlet. Gyere, apuka, melegedj meg! Hogy érthetsz rá így egy öreg emberre? Neked teljesen elment az eszed! Ide tessék ígyni! Gottlieb, most már elegem van, érted? Tessék, itt van, de nehogy elejtsd! Mindig olyan ügyetlen vagy! Ez rettenetes! Igazán kellemes itt. Berbjen, én tényleg megbalandultam. Most tehát a foglalkozása nem kereskedő, kedves... Nem. Nem kereskedő. Mindegy. Akárki is a vendégem. Köszönöm. Finom. Főzni azt tud az asszony. Főzni azt tud. Van egy javaslatom. Legyen a nevem Arndt. 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 A legokosabb, ha mondjuk én leszek a maga unokaöccse. Unokaöcsém. Igen.
A részleteket ráér később is megtudni. Azok várhatnak. Ó, meg kell bocsátania. Ez csak egy szerény kísérlet volt. Mit mond, mi volt? Szerény kísérlet. Ha már vendégül lát, azt hiszem jogában áll azt is tudni, miért vagyok itt. Nem feltétlenül. De mégis. A feleségemet keresem. A felesége talán, hogy úgy mondjam, meglépett? Szem előtt évesztettem. Amikor kénytelen voltam lakást változtatni. Kezdetben ez meglehetősen nehezítette a kutatásaimat. Kezdetben? Mióta keresi? 20 év óta. Már 20 éve? Akarja, hogy részletekkel is szolgáljak? Nem, nem, bocsásson meg, mindössze csak... A mindenit. 20 éve. Hát... Ez aztán asszony lehetett. Hm? Főleg a válás körülményei voltak olyanok, hogy a viszontlátást mindenféleképpen megkövetelték. Milyen körülmények? Ja, persze. Veszekedés. Nem. Gyilkosság. Íz lett? Egészen kiült. Előre! Siessetek! Nem bírom tovább! Minden pillanatban attól félek, hogy... Indulj! Gyerünk! Megállni! Gyorsabban! Mondanom kell valamit, nagyon fontos. Mi történt? Az egyik megijedt valamitől. Keresztel jelölte meg a ládáját. Vissza! Abba akarod hagyni? Úgy gondolod, túl veszélyes? Nem igaz, én csak... De nem akartál tovább jönni? Azt csak úgy mondtam, nem gondoltam komolyan. Nem. Mindent megteszek, mindent. De félsz, igaz? A félelem fecsegővé tesz. Ne lőjön! Egyetlen szót se szólok! Teljesítem a parancsot! Ki ez? Felismerted? Az enyveskező. Csak laktörtény volt. Ezúttal még elnéző voltam. De ne feledjétek, hogy a bozót rémével van dolgotok. Kísért haza. Alármázik, hallgattasd el. A többiek, indulás! Te vedd át a ládáját. Gyerünk, igyekezzetek! Ti, enyveskező. Maradj csendben! Hallod? Ez itt a régi erdészház, ami leégett. Maga az erdész gyújtotta fel. Természetesen az előző erdész. A saját gyerekére. A faház éppen maradt.
A széljárás megkímélte. Mi baja van? Ez a friss levegő. Igen. A történetet csak hallomásból ismerem, még nem értem itt. Állítólag a fiút bezárták. Azt beszélik, egész fiatal gyerek volt. Én vettem át a régi erdész helyét, hírsen abból jöttem. Adj Isten, erdész úr! Kísérője akadt? Ez itt, hadnagy úr, Ant úr. És az unokaöcsém. Arnt. Hallották az újságot? Egy bizonyos Franz Siebertnek, akit enyves kezűnek csúfolnak. Ma éjjel valaki szétlőtte az arcát. Az a gyanú merült fel ellene, hogy csempészéssel foglalkozik. Sikerült kihallgatnia? Természetesen én megkíséreltem, de hát a csempészek jobban rettegnek a bozót rémétől. Mindig ez a bozót réme. Már rég el kellett volna fognia. Meg lehet. Azért ön is nyitva tartatná a szemét, erdész úr. Viszontlátásra. Sosem volt öldöklés és halál veszi kezdetét. De hát ez önt nem érdekli. Nem. Én a magam ügyében fáradozom. Nem gondoltad meg, nem maradsz ebédre? Mm-mm. Két üzlet és két különböző helyen. Estére ismét a városban akarok lenni. Jövő héten kedden majd találkozunk az állatos bálon. Milyen jelmezben szándékozol pompázni? Az maradjon titok. Öreg török. Ez nem igazságos, ha tudta volna. Egyébként a kedvedért talán én leszek a bozót réme. Eszel ne tréfálj. Mit gondolsz, miért sietek ennyire? Az erdei utat még napvilágnál szeretném megtenni, ugyanis magammal viszem a két heti bevételt. Szép kis zseppénz. Uh-huh. Akkor kedden találkozunk. Képzeld, kaptam egy csomagot. És tudod, mit találtam benne? Na? Hm? Egy báli meghívót. Hm? Egy báli meghívót Angelika Hoffmann részére. De hát csak nem a városi kaszinó uraságainak az állarcos bájára. Adj Isten, Hoffmann kisasszony! Jó napot, Meyerné! És nem csak a meghívó volt a csomagban. Volt mellette egy jelmez is. Az én báli jelmezem. Ilyen ajándékot egy lány nem kaphat csak a kedvesétől. Ki tudja, tán ő küldte. Olasz lánynak öltözöm. Olasz lánynak? El akarsz menni a bálba? Jó napot, Hoffmann kisasszony. Jó napot, Zeidman úr. Mindig szorgoskodik. Mások viszont... Eddig hibátlanul elvégeztem a munkámat. Az majd kiderül, ha leszállította. Mit csinálsz ilyen sokáig? Gyere, készítsd el az ebédet. Bocsássa meg, Zeidman úr, nem tudtam, hogy itt van. Annyira azért nem sürgős az a főzés. Ezen a héten egy egész véget sikerült befejeznem, Zeidman úr. Biztosan elégedett lesz. Hasznára válik a családjának.